Hagyományszerűen idén negyedik alkalommal rendezték meg a Szerencsi Artúr napokat augusztus 23-a és 25-e között. Ezért a Globot televízió stábja ellátogatott a fesztiválra, hogy élménybeszámolót adjunk a nézőknek az őrületes hangulatról. A háromnapos programsorozat alatt minden napra jutott valami izgalmas esemény a jelenlévőknek. Erről Kon Zsófia országgyűlési képviselő adott stábunknak részletes beszámolót. Szombati napon hihetetlenül sokan voltak, és tényleg még talán rendezvényen, egy napon ilyen sokan nem voltak szerencsén. Úgyhogy tavaly is különleges volt, mert ugye tavaly volt 100 éves a Szerencsi Csokoládé, úgyhogy ez egy picit ilyen ünnepséggel körülövezett fesztivál volt. Ez a negyedik Artúr napok viszont úgy tűnik, hogy egyszerűen olyan szinten növi ki magát ez a rendezvény, hogy nagyon-nagyon örülünk neki, meg ha az ember szétnéz, akkor tényleg azt látja, hogy nagyon sok család van, gyerekek is, tehát én úgy látom, meg abban bízom, hogy tényleg mindenki jól érzi magát. A koncertek azok nyilván tavaly is nagyon jók voltak, mert én azt gondolom, és most is igyekeztünk úgy összeállítani, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeret benne. Illetve most az volt még különlegesség, hogy szavazás volt arról, hogy milyen jelmezek legyenek a Gombóc Artúrokon, tehát hogy ki milyen figura legyen, és most teljesen vadonatúj Gombóc Artúr jelmezekkel készültünk, úgyhogy egy rapper és egy rocker Gombóc Artúr jött-ment itt folyamatosan a fesztivál idején, és akkor lehetett velük fényképeket készíteni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Jóisten is, bár meleg volt, de azt gondolom, hogy velünk volt, hiszen tényleg azért így estére már egy picit jobban lehűlt a levegő, úgyhogy én nagyon örülök ennek, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és szerintem az is nagyon szép dolog, hogy most úgy alakult, hogy a Hooligans a zárónapon lesz, ugye rájuk nagyon büszkék vagyunk, szerencsiek, és igazából nélkülük nem is tudjuk elképzelni a fesztivált, úgyhogy még az hátra van, illetve azért még azt hiszem 3 koncert, úgyhogy még nem vagyunk teljesen a végénél. Tényleg abba bízom, hogy mindenki nagyon-nagyon jól fogja magát érezni itt az elkövetkezendő időszakban is. Az is egy különlegessége a fesztiválnak, hogy azon kívül, hogy a helyiek itt vannak, és annak nagyon örülünk, hogy idén újból sikerült elérni azt, hogy az ingyenességet a szerencsiek számára. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert édesapám annak idején így álmodta meg a fesztivált, de a környékről is rengetegen vannak, de ez turisztikai szempontból is nagyon fontos, mert az ország másik részéről is eljönnek, és ilyenkor a szálláshelyek tele vannak, nem csak itt Szerencsén, a környéken is, és ugye mi nagyon, nagyon büszkék vagyunk Tokajhegy aljára, a Zemplénre, és azt gondolom, hogy napközben pedig mindenkinek van ideje arra, aki esetleg vendég itt, hogy egy picit szétnézzen, megismerjen bennünket, úgyhogy mi tényleg azt szeretnénk elérni hosszú távon, hogy Budapest és a Balaton után ide érkezzenek a legtöbben. Egy ilyen fesztivál szerintem ebben nagyon-nagyon sokat tud segíteni. A szervezők igyekeztek arra törekedni, hogy olyan együtteseket hívjanak meg, akik mindenki zenei ízlését képesek kiszolgálni, ezért sokan érkeztek többek között a Margaret Island koncertjére. Csak a fiatalokat érdekelte az esemény, hanem különböző korosztályok voltak kíváncsiak a szórakoztató koncertekre. Mindegyik generáció megtalálta a kedvére való fellépőt. Ilyen volt például a Bagosi Brothers Company előadása. Szállít a szívre, füst szállít a szívre, aki a csókot érte. Tűz, körülsz, egy szeretnék. Hogyan emlékszel most mindent, amit a szívem őriz rég, amíg a démonaittal féltem, nem boldog itt elindék. Tudom más, hogy látom, milyen
pont ettől lesz szép a napok, a fesztiválozók körében a Halott pénz produkciója szintén elmaradhatatlan lett volna, ezért őket is meghívták a szervezők. Jön, én odaadok mindent egy elóért, ha kell a számon, jöjj a telódért, gyere! Erre még, nem hallom! Erre még, gyere fel! Erre még, let's go! Hatalmas volt az érdeklődés a fesztiválon, ugyanis nem csak Magyarország különböző részeiről érkeztek a látogatók, hanem még Londonból is elutaztak azért, hogy részt vehessenek a háromnapos koncertélményen. Londonból érkeztünk, ugye? Csak azért, hogy itt lehessünk Szerencsén. Hallottuk, hogy ez nagyon jó fesztivál. És egyelőre mi csak most érkeztünk, úgyhogy nem tudjuk, hogy milyen lesz még a ma este. Remélem, jól érezzük magunkat. Korda Gyuri miatt érkeztünk, nagyon szeretnénk hallani, Balázs Klárival együtt. Remélem, jót mulatunk rá. Emellett betekintést nyerhettek a szédületes Zaporozsec koncertjébe is. És fellépett többek között az örökzöld slágereivel. Hát nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, egy kéz a magasba! Már a nap sem pont úgy kent fel, tudtam majd hozzá az új reggel. Várat hordat, mi fényre bír, egy életre leír. Vágtam, nem tör majd méreggel, most felszámol érvekkel, vérbő testével táncra hív, szóval kézre ír, nem történt meg. Nem néztél és kész voltam, nem több ennyi volt. Félve néztem az égre, feltudtam együtt röhög rám a nap és a... Számos olyan vendég érkezett ismét, akik már tavaly is részt vettek az Artúr napokon. Elmondásuk szerint a felejthetetlen élmények után újra át akarták élni többek között a rock együttesek fellépését. Hooligans koncertre főleg, meg a tankcsapdára. Tavaly is voltunk, és most megismételjük, szóval. A szerencsi származású Hooligans fene gyerekek őrületes műsorral készültek. Amit akartam, benne legyen, lenn a csendből. A szavakban van a hatalmam, csak olvasd ki a szememből. Hol volt, hol nem, itt vagyok, többé már nem hallgatok. Búcsút mondom azoknak, akik éjjel-nappal hazudnak. A kendőzetnek igazságba, hogy nem népszerű manapság. Te itt varom, ahol kiálltam, hogy én tiszta szívből csinálom. Olyan visszajáró fesztiválozókkal is találkozhattunk, akik szinte már hagyományszerűen járnak évről évre az Artúr napokra. Sziasztok! Amúgy az elmúlt három évben itt voltam a Toki Fesztiválon, nekem még így ragadt meg. Bérletem van mind a három nap, hogy jók a fellépők. Judót kicsit sajnálom, amúgy judót. Kár, hogy nem van, jövök minden nap, amúgy imádom. Jó minőségű, tényleg én azt kell, hogy mondom, hogy jó minőség a színvonal, fellépők, meg vagyok elégedve. Jövök jövőre is. Voltak olyan látogatók is, akiknek annyira felkeltette az érdeklődését a programsorozat, hogy mind a három napon részt vettek. Régen voltam már fesztiválon, és itt most vagyok először úgy igazán, mivel most mind a három napra érkeztem. Bevallom őszintén, hogy nagyon tetszik
maga a közeg, a tér, maga a tér az nagyon tágas, úgyhogy nem is zsúfolt, el lehet férni, lehet kényelmesen táncolni, úgyhogy nekem nagyon tetszik ez a fesztivál. A fellépőket szerintem nagyon jól válogatták össze a szervezők, minden napra jutott valami olyan koncert, ami minket kifejezetten érdekelt. Ma a tankcsapdára jöttünk leginkább, az fogott meg minket legjobban, de igazából minden napot végig bulizunk, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat, nagyon várjuk a mai estének a végét. Igazából Tiszaújvárosból érkeztünk, úgyhogy itt szállást nem foglaltunk, hanem megoldjuk is, hol ez a sofőr, hol az a sofőr, vagy éppen valaki elhoz minket. Én most vagyok így itt igazán először, úgyhogy nekem ez még egy kicsit új élmény, de nagyon jól érzem magam, és nagyon szimpatikusak az emberek. Tetszik, hogy mindenki olyan közvetlen, elfogadó, nyitott, úgyhogy nagyon jól érzem magam, és szerintem jövőre is jönni fogok. A tankcsapda koncertjét már mindenki nagyon várta az esti órákban, ezért óriási létszám gyűlt össze. Ugyanakkor a kísérő programok, a különféle attrakciók is elnyerték a megjelentek tetszését, például az óriáskerék, amely csodálatos panorámát nyújtott, valamint a dodgem, a trambulin vagy a céllövölde. Ezen kívül a vendéglátósok szintén kielégítő szolgáltatást biztosítottak a fesztiválozóknak választékos és minőségi vendéglátásukkal. Holnap nevetve mondok imád, hogy ez az én sorsom, mert nekem ez jár. Mert nekem ez minden engem jobban bántott, ha nem tartottam a szavam. Tomos enged, de én szenvedtem, amíg játszottam a szavam. Hittem a tervben a jónak tűnt, mégis fűzbe ment egy nap alatt. És a szüveg alját bámulva már tudtam, hogy az, ami marad a harag. Én adtam elég most, hogy elég boldog pillanatot, ott, hogy nem törődtem veled, és nem tudtam fel a napon. Sok volt a bolondát, nem szűntem elég. Az utolsó napot tűzijátékkal zárták a Szerencsi Artúr napok szervezői. Jövőre is folytatódik a hagyomány, hogy ismét sokan látogassák meg a Zemplén és az ország egyik legszórakoztatóbb és élményekben gazdag fesztiválját.